De nézem, nézem ezt a sok gyönyörű ősz arcot, mert gyönyörűek, mert belülről szépek, itt a templomban, csak kint is, egymás között is, ilyen szépnek kellene lenni, békében és nyugalomban lévőnek. Tudják azt, hogy mi Kárpát-medencébe születettek, milyen óriási kegyelemben vagyunk. Vissza kell tanulni a történelmünket, vissza kell venni a történelmünket, vissza kell venni a magyar öntudatot. Gyáva népnek nincs hazája. Aki elfelejti a történelmét, az föladja a jelenét és a jövőjét. Tessék újra tanulni. Miért? Mert itt a feladat. Az egyik üzenet a nepáli papoktól jött. 2005-ben a nepáli fehér kolostor vezetője itt járt az országba, az ő általa mondottakból néhány mondatot adok át. Ők egyébként már évek óta imádkoznak a Földért, mert azt mondják, hogy most vajulik a Föld, és Kárpát-medence szüli a jövőt. Az üzenet szó szerint így szól. Önök, magyarok, elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre, magyarságukra. Mi, nepári papok, biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spirituális megújulása az önök országából fog elindulni. A világ szívcsakrája az önök országában, a Pirisben, dobogókőn található. Ez a spirituális megújulás már megindult önöknél. Ez megint egy kicsit olyan barátaim, meg ellenségeim, hogy ugyan már mit földnek, szívemek, szívcsokra. De hát könyörgöm, a dalai láma, ha teheti, minden évben eljön és két hetet itt tölt dobogókőn. A világ egy része hiszi ezt. Mi meg itt vagyunk, hányan nem voltak dobogókőn, mert megérezni, ha oda megy, érzi, hogy itt valami különleges van. Hát aki nem hiszi, járjon utána. Na de Szent Pió atyáról hallottak gondolom sokan. Pió atya 1968-ban már meghalt. Ő stigmatizált ember volt, magyarul Krisztus sebeit, stigmáit hordozta életének utolsó harmadában. Ezt még nagyjából tudják is, de azt kevésbé, hogy 30 évvel a halála után kihantolták, és mit láttak? Romlatlan testet. Hogy rózsa illatú-e, azt nem tudom, de hogy romlatlan testű, és nincsenek holtában rajta a stigmák. Eltűntek a stigmák, pedig úgy temették el, stigmákkal, a kézen, lábon és az oldalán lévő sebekkel. De mit üzen nekünk ez a Pió atya? 68-ban meghalt, előtte küldte az üzenetet, és ezzel befejezném. Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne
erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra. Ezért kérem, hogy forduljunk a mi égi, régi, és ebben az énekben is ezt mondjuk régi nagy patrónánk, de Székelyföldön, főleg ott Csángó vidéken vannak, akik úgy éneklik, hogy Regina patrónánk, királynőnk, patrónánk, támogatónk. Én pedig azt mondom, hogy mindegy, hogy hogy énekeljük, de forduljunk a boldog asszony anyánkhoz, a katolikusoknak, Szűz Máriához, az új reformált vallásoknak, boldog asszony anyánkhoz, mert ő tud közben járni Jézus Krisztus Urunknál. De nem árultam el a titkot, hogy hogy válhatunk Európa és a fehér faj megmentőjévé. Hát úgy, hogy Krisztus Urunk új szövetségét szó szerint betartjuk. Volt a régi vallásban egy kőtábla, meg még egy kőtábla. Három istenes parancs, 7 az emberi együttélésre. És Krisztus Urunk új szövetséget kötött velünk, és itt van a következő, hogy miért vagyunk ennyire szerencsések. Mert a világ vallások közül az egyetlen a keresztény vallás, amely elrendeli nekünk az ellenség szeretetét. És ez a két parancs, két mondat olyan egyszerű, az Istent tisztelni, szeretni teljes elménkből, teljes szívünkből, teljes lelkünkből. A második, meg milyen egyszerű, szeresd vele barátodat, mint te magadat. Ez azt jelenti, hogy magamat is szeretni kell, hát ez a mérce. Ha nem szeretem magam, akkor nem tudom szeretni a vele barátomat, pláne az ellenségemet. De János evangéliuma szerint még szebben vagyom megfogalmazva, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket, úgy szeressétek egymást. Ez azt jelenti, hogy hajlandók vagyunk egymásért akár az életünket is feláldozni. Nem áldozatot várok, és nem más életét áldozom föl, mert ha más életet áldozok föl, akkor a sátánnak áldozok. Elég volt a sátánnak tett áldozatból, hiszen 52 év alatt mi magyarok 7 millió égő áldozatot mutattunk be a sátánnak. Ennyi gyermeket öltünk meg. Az Istennek tett áldozat az az, hogy elfogadjuk a Teremtőtől az ajándékot, és áldozat árán, de fölneveljük a megszületett magzatokat, mindegyiket, akit a Jóistentől ajándéknak kapunk. No, itt kezdődik. És ott fejeződik be, hogy mind a két parancsot, ha betartjuk, innét indul el a fehér ember, az emberiség megmentése. Ezért kellene boldog asszony anyánkhoz nagyon könyörögnünk, hogy adjon hozzá erőt, hogy szerethessük az Istent és szerethessük egymást.